Cause she died on TV. Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és ahogy ígértük, be is tartjuk, kedves barátunk, a kiváló rock történész, rock archívum kezelő, kutató, kiadó és újságíró, a vendégünk Bese László József. Ádámra emlékeztünk két műsorban is, és köszönjük neki, hogy ápolja az emlékét, és azon van, hogy minél több remek muzsikája megjelenjen újból, vagy kiadatlan ritkaságok is, a gyönyörű könyvet, azt már sikerült vennünk a Török Ádám, ugye lemezdeltárt Török Ádámmal, Török Ádám 75, igazi, izgalmas, hiteles és mély tartalmú könyv mindazok számára, akik Ádámot szeretik, és még jobban szeretnék megismerni, hogy milyen remek ember és zenész. Most viszont váltunk témára, az zene színvonalában maradunk, hiszen minket már nem tud eltéríteni a kulturális környezetszennyezés, se Zsózét, se engem soha, amióta megismertük az eredeti a eredeti Omegát, a presszerrel, vagy a Lokomotív GT első két nagy lemezét az alapformációval, vagy a Török Ádámot, a Minivel, vagy a Sirius-t, és akkor nem lépek direkt külföldre, hogy kezdjem, hogy Purple Cep, Cappa, Yes de a még is mégiscsak lépünk, mert amit az angolok produkáltak 68-78-tól 73-45-ig, az valami le a kalappal, hogy a progresszív és fiedellikus hard rock és soft rock és, 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 art rock területén, hogy ott csak az angol tudta ezt. Ez egy érdekes, hogy a nemzetek mennyire mások, hogy az amik nem tudták, csak a jazz meg a blues meg a country-t, ugye a népzenéjüket, de a megfejtős ott már Jethro kellett Floyd, Yes, Crimson, érdekes, hogy mind angol, de még a hard rockerek se voltak amcsiba, és a Purple, Cepi, Heap, Sabbath, a brit négyes fogat, Free Bad Company, nem kell mondani, és talán a hallgatóknak se. Na, úgyhogy Pink Floydozni fogunk, de hogy hogyan és miképp és hogy jött ide, azt már Zsozé mondja el. Szia! Na, szia, köszönöm a kívást! tartottunk a Hungarian Pink Floyd és a Hungarian Pink Floyd Club egy közös megemlékezést. Roger Waters idén töltötte be a 80. életévét, és ezzel kapcsolatban a Táncsics Műházban volt egy, egy életmű koncert, ami úgy nézett ki, hogy a az ő operájából volt egy kis felvezetés, a Szairából. Azt hallottuk, igen. igen az érdekes a... volt. Igen. És akkor utána már a Hungarian Pink Floyd voltak Pink Floyd dalok, illetve Roger Waters szóló dalok, amihez úgy kapcsolódott a klubunk, hogy a háttérvetítésben igyekeztem bemutatni, hogy miről szólnak ezek a dalok. Aha, az mondjuk ránk fér, mert ez a nyelv, ez egy örök küszöb, hiába mondom, hogy a angolul, de még a sokszor az anyanyelvi se érti, hogy ott ad akármilyen jók a felvételek. Hogy de itt nem csak szó. erről van szó, hanem rengeteg kulturális utalásról, világtörténelem, politika, Milyen rengeteg úgy. angol szleng, és hát miután én magam már rettenetesen unom a hivatalos videókat, hogy mindig ugyanaz megy mindenhol, uh -huh. egyrészt alternatív változatokat vetítettem, a, amiket talán kevésbé ismer a közönség, vagy nincs fönn a YouTube-on, vagy nem azt vetítik a Pink Floyd dvd kel látható koncerteken, uh -huh. illetve olyan rajongói videókat, főleg Woters szólódalaihoz, meg a Final Cut-hoz, amik uh, konkrétan azokról a történelmi, általában tragikus eseményekről szólnak, vagy mutatják be, amik, amiket ő megénekelt és ezzel próbáltuk közelebb hozni a, az emberekhez, hogy a Pink Floyd az nem csak egy, egy csodálatos zene, hanem hogy elég komoly és mély üzenete van, és hát ez ugye még ötveződött a fénysóval, a lézersóval, azt gondolom, hogy sikerült megint egy, egy mérföldkőt meglépni így a, a Pink Floyd tribüt világában. Hát ez egy komoly, és büszkeségünk maga a zenekar, és az egész produkció, ugye ez a Hungarian Pink Floyd show, jó régóta tudjuk, hogy a Tibiék, ugye, Igen, és barátaink. Pozsonyi Tibor Voltak is nálam, és majd jönnek, hívom is őket, ha beszélsz felük, mondtad hogy szeretettel várom a hívást. Hát biztos hallják majd a műsorban. Ja, az is igaz. <laughs> Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komoly és nehéz vállalkozás, bár száll, aki tud, és szenvedélyez, -sze hittel, tehetséggel is a mesterségbeli tudással áll hozzá örömteli játék, nem munka. És hát ugye a Hungarian Pink Floyd Club pedig ugye ez egy testvérként csatlakozik a sóhoz és ami Igen, a hát ez hát. gyakorlatban úgy néz ki, hogy engem 2005-ben kértek fel, hogy legyek elnöke a klubnak. Ez hülye elnevezés, de hát így, így hívják. A gyakorlatban... hát, hát van az, van aminek gyakorlatban az tűnt föl, hogy én ugye mindig jövök, megyek, intézkedek, és ugye a Hungarian Pink Floyd show már 2003 óta, tehát 20 éve dolgozok együtt, Először csak a promócióban, sajtóanyagok, reklámok, és akkor 2004-től már a technikai személyzetben is. Úgyhogy mostanában egy bő sem a háttérvetítéseket. És hát fölkértek, hogy akkor speciális műsor, akkor speciális vetítés. Ez úgy nézett ki gyakorlatban, hogy most mind az öt ping koncertalbumról voltak dalok, voltak szerzemények, tehát nem csak a Dark Side of the Moon you here, fall, hanem végre többet játszottak az Enemies-szel, illetve volt Vinal Kaddal is, amiért nagyon hálás vagyok. Ó, nagyon jó, ez. mert hát, kapcsolódik is. Tehát ezek összekapcsolódnak az ő gyerekkori traumájával, vagy háborús igen és az honnan. erre való érzékenységével, igen. és ez még meg lett tódva az Emir tudettel, ahol már nem is nagyon csomagolta be, hogy mi a baj, hanem konkrét politikai eseményekről, vezetőkről, tragédiákról énekelt, és ezt a jól fölfűzött műsort igyekeztem úgy kiegészíteni, hogy, hogy érthető legyen, hogy mit mond a művész, illetve hát, mint említettem, volt lézersó, fénysó, tehát elég komoly látvány a Finkinek az üvegdobjai, tehát uh -huh. elég komoly látvány társult. Na látod, ezért nem ez élteti mindig gyakorlatilag is azt a hitet és reményt bennem, ami egyébként sosem hallányodott, akármi történik a világban. Úgyhogy amíg ilyen társak, zenekarok és szekértolók vannak, mint te is, és például a Tibiék a show-val, vagy hát a múltkoriban említett török művészünk és moikánunk Ádika török, addig nem lehet baj, és hát nyilván figyelünk az új tehetségekre, mert azért sokan ezek nyomdok mennek, mert példát mutattak, példát mutattunk. Ugye hallottuk a Watching TV-t még a Roger Waters-től. Itt, itt ugye arról van szó, hogy Amerika nézi a tévét, meg hát mondjuk egész Nyugat-Európa, és hát mennek a borzalmak, és egy konkrét borzalomról szól ez a dal. Egy sárga ruhás lány fekszik a Mennyei terén hol máshol, ahol ugye elgázolták, megölték a, a kommunisták és Wotels ugye kinyitja a dalt később, hogy ez egy általános probléma, hogy másik országokban, másik ideológiákban, másik diktatúrákban is ilyenek történnek, és ez egy ilyen általános kiállás az emberiség mellett, hogy, hogy az emberten körülmények között is embernek kell maradni, és ez egy csodálatos rajongói videót találtam, egy külföldi Pink rajongó csinálta, az eredeti híradó felvételekből, Csodálatos estel tehát nagy részt neked is köszönhetvén, hiszen itt pont a Pink Floyd a híres arról, ahol nem a zene helyett van a só és a látvány, hanem azt színezendő kiegészített. Na gyorsan csak akkor, kérlek szépen, ajaj, 20 másodperc, jön a két Floyd, amivel búcsúzunk. Az egyik a Southampton-dok, ez ugye arról szólt, hogy sok katona indult a németek ellen a világháborúba, és 82-ben a Waters felháborodott találta, hogy ismét fővonulja csak a Falkland-szigeti háborúba. Erről is volt egy rajongói videó, és a Welcome to the Machine-hoz pedig szintén egy rajongói videót találtam, egy ilyen animációt, ami meg szintén aktualizálta a mondani való, úgyhogy nagyon remélek, hogy... Terminátor. Végül is igen, hogy, 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 segített az embereknek befogadni, hogy miről is beszél az öreg, most már immár 60 éve. Csodálatos. Ő is, és te is, és ti is. Köszönjük szépen. Zsózét hallottuk, nem utoljára. Köszi mindent. Köszönöm a kívást. They disembarked in 45 and no one spoke and no one smiled.